Ezek a felvételek 2018. szeptemberében készültek Tisza csécsén, Jól látszik, hogy a gánt magasítása és a koronájának kialakítása még folyamatban volt. Ezeken a képeken pedig már az látszik, ahogy a munkálatok 2019. tavaszán álltak. Ebben az évben meghaladta a 20 milliárd forintot azoknak a fejlesztéseknek a beruházási költsége, melyek a Feti vízik területén valósultak meg. Árvízvédelmi területen 32 km hozban sikerült a töltéseket megerősíteni és magasítani, de emellett számos más terület is fejlődött. A Feti vízigazgatója igazgatója évértékelő beszámolójában azt mondta televíziónknak, valamennyi szakterületen soha nem látott munkák folytak az igazgatóság területén 2019-ben. Ez azt jelenti, hogy két részletben folyt a munka, egyrészt a túrtorkolat és magosliget között. Itt valamennyi csatlakozó műtárgyat, zsilipet teljes körülön átépítettük, tehát vadonatú rendszer épült ki. Partvédőműveket építettünk a Tiszán azokon a helyeken, ahol a folyó vészesen megközelítette az árvízvédelmi töltést, és kiemelkedő ebből a munkából a Tivadari híd környezetében végzett töltésfejlesztés, hiszen itt több új módszert is alkalmaztunk. Egyrészt a kisari oldalon, a híd alatti területeken a Tisza töltését a folyótól több száz méterrel távolra helyeztük, tehát a régi töltést elbontottuk, és nagyobb teret adtunk a folyónak. A számítási és modellezési vizsgálatok szerint ennek kedvező hatása lesz a Tivadari híd szűkületének környezetére, tette hozzá az igazgató. A másik újszerű megoldás, hogy mivel a két település, Kisar és Tivadari is szorosan ráépült a Tiszára, ezért itt nincs lehetőség további nagy földművek építésére, ezeket mobil árvízvédelmi gátakkal váltják ki. Bonnár Gáspár hozzátette, ennek a próbáját is elvégezték, melynek keretében néhány óra alatt használható gátrendszert építettek ki a szakemberek. A következő időszak feladata lesz kisar... Rá térségében az új hidat szeretnénk, ha ez megépül. Ennek a tervei gyakorlatilag rendelkezés állnak, forráskeresés zajlik ebben az ügyben. Készült egy másik munka is a felső szabolcsi tisza töltéseken egy 26 km hosszú stabilizált utat építettünk Dombrál és Győröske között. Ez azt jelenti, hogy ez az út nagyon jól fogja szolgálni az árvízvédekezési feladatokat, és kerékpár útként is tud funkcionálni a jövőben. A beruházások összköltsége meghaladta a 20 milliárd forintot, ezeket Európai Uniós forrásból sikerült megvalósítani az igazgatóságnak, tette hozzá Bodnár Gáspár.